Szerdától teljes gőzzel működik a 15. Magyar Napok Fesztivál utcája. Az elmúlt napokban már sokan kilátogattak oda, de a hétvége még hátra van. Kolléganőm Forrai Szerénke a helyszínen van, vendége Szász Péter, a Fesztivál utca szervezője. Szerénke, milyen a hangulat a Farkas utcában most? Szeretettel köszöntöm a nézőket innen Kolozsvárról, a Farkas utcából. Nem csak a Farkas utcában, hanem Kolozsvár főterén is óriási hétvégi hangulat indul. Már hangolnak azok az együttesek, akik fellépnek majd a főtéren fél héttől, a Debrecen Big Band 8-tól pedig Miklós Gyuriék és a Gitárest fognak a főtéren zenélni. De egyelőre lássuk, hogy mi történik itt a Farkas utcában, amely az utóbbi években, de már jó régóta a Magyar Napoknak a fesztivál utcája, és nagy szeretettel köszöntöm Szász Pétert, az utca felelősét. Szervusz! Szervusz, Szerénke! Üdvözlöm a tévénézőket is! Hát mesélj nekünk egy picit arról, hogy mi változott idén, hiszen az utóbbi években azért egy picit a hangulatra rányomta a bélyegét az, hogy itt munkálatok zajlottak. Most szellősebb. Szellősebb, és nem csak. Tehát belegondolva utoljára egy másik évfordulós eseményen volt teljes az utca, és a miénk az utca, az 2019-ben volt a 10. Magyar Napokon. Utána jött 2 év járvány, vagy 3 járványév, és utána pedig a felújítás, úgyhogy megint a jubiláló eseményen, a 15. Magyar Napokon birtokba vehettük az utcát, és most tényleg kellemes, itt tágas, nem kell kerülgetni a gépeket és a köveket és a homokhalmokat, úgyhogy úgymond a régi új fényébe tündököl az utca. Az is sokat segít a dolgon, hogy például az Egyetem utca is, ahol nemrég avatták fel ugye a Mária oszlopot, az is megnyílt a nagy közönségnek, mint egy szellősebbé téve az egész teret. Igen, mindenképpen egy jó közösségi tér, és a polgármester hivatallal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy oda nem is teszünk rendezvényeket, tehát sokan elvárták volna a Laci konyha és visszaköltözően a templom, de nem fog, mert nem lenne méltó úgymond ahhoz a térhez, a Mária oszlophoz, hogy most egy Laci konyhás hangulatot varázsoljunk oda. Úgyhogy úgy hagytuk, mint az ókori görögnél az agóra, egy ilyen találkozó hely, ahol lehet beszélgetni. Egyébként is összekötődik a Farkas utca a Fogoly utcával, amelyik a fesztivál Bor utcája. Tehát a Mária oszlop körül lazulni lehet csak. Említetted, hogy aki erre jár, az találkozik is. Igen, nagyon sok emberrel, nagyon sok ismerős arccal lehet itt találkozni, ha végigmegyünk a Farkas utcán. Igen, tehát a Farkas utca ugye a főtéri színpadok mellett, és a több száz program mellett az egyik szíve volt a fesztiválunknak minden évben. És korábbi évekhez hasonlóan most is teret adtunk mindenkinek, hogy itt kibontakozzon. 17 múzeum várja a programokkal a gyerekeket, 16 könyvkiadó, 110 kézműves, és ha nincs is Laci konyha, azért van ilyen magyaros étel és kóstolónak. Minden mi szemszájnak ingere. Egyébként hogyan döntötök abban, hogy ki az a kézműves, ki az a könyvkiadó, aki részt vehet itt a Farkas utcában, hát a minden, vásáron? Úgymond minden utcaszakasznak megvan a hozzáértő felelőse, és mi ebben főszervezőként nem szólunk bele, hogy szűrik meg az odavaló kézműveseket vagy könyvestandokat, de ugye ezt évek óta csináljuk, és az a biztos, hogy például a kézművesek esetében mindenki szó szerint kézműves, tehát nem eladott, nem importáruk, hanem mindenki otthon elkészített áruját árulja. Hogyan működött idén az együttműködés a hatóságokkal? Mennyire volt könnyű kiegyezni abban, hogy melyek azok a terek, melyek azok az utcák, amelyeket megnyitnak? Hát ez most már több mint 10 éve könnyen működik, mivel hogy a legnagyobb partnerünk a Kolozsvári Polgármester Hivatal. Ők a rendezvényünket egy mintaértékű rendezvénynek tekintik, és ezek nem csak ilyen hangzatos szlogennek, mert tényleg így is érzik, és a partneri viszony mindig meg volt közöttünk,
és igazából mindenki tudja a dolgát. Tehát 15. évet csináljuk, tehát mindenki tudta, hogy kell, milyen sorrendben kell ezt berendezni, hogy kell elfoglalni a tereket, és ők meg rábólintottak. Persze egyeztetünk mindig, hogy mit lehet, mit nem, de mindig megkapjuk a közös nevezőt. Gondolom számotokra, a szervezők számára is öröm az, hogy akkor, amikor végigmentek ezeken az utcákon, tereken, akkor egy igazi, nyugodt, civilizált környezetet láttok. Igen, mindenképpen, de ez igazából a város lakosságát minősíti, mert hogy sose voltak itt problémák, agresszió, vandalizmus vagy ilyesmi. Tehát aki kijön magyar napozni, vagy magyar napos programokon részt venni, az viselkedik. Tehát ez a városunk lakosságát méltatja, és a közösségünket, hogy ennyire vigyáznak a rendre, vigyáznak a rendezvény hírnevére. Ehhez mi nem teszünk oda semmit, csak a keretet adjuk. De ez nem minket minősít, hanem minket, mind kolozsvári lakosokat. Nagyon köszönöm, hogy így megdicsérted Kolozsvár lakosságát, és bízunk benne, hogy gondmentesen zajlik le idén is mindaz, ami kolozsvári magyar napok, és mindaz, ami Farkas utca. Kedves nézők, jöjjenek ide a Farkas utcába, jöjjenek a főtérre, vegyenek részt a kolozsvári magyar napok eseményein. Köszönöm a figyelmet, a szó a stúdiójé.